Szép jó estét kívánok, köszöntöm a Fehérvári Beszélgetések nézőit. Mai adásunkban megszólíttatik a Fehér megyei Prímadíj idei különdíjasa, Fekete Cseri Zsuzsanna. Csokolom a kezet, szervusz, örülök, hogy itt vagy velünk. Jó helyre került ez az elismerés mindenképpen. A magyar oktatás és köznevelés kategóriában indultál mozgásterapeutaként, egészségfejlesztő, illetve rekreológusként tisztelhetünk a Kerekvilágház alapítványon keresztül. És ez egy nagyon-nagyon fontos számunkra. Fontos, mert azért el kell jutnunk addig, hogy az a csoport, akiket ti esztendőről esztendőre, az a 80-100 vagy még több fiatal gyermek segítetek, az azt hiszem, hogy egy különleges feladatot ró. És hát jó helyre került ez az elismerés mindenképpen. Kezdjük az elején. Honnét jön a gondolat, honnét jön az indítatás, hogy valaki egy ilyen missziót vállaljon? Hát ez mindenféleképpen érintettségen alapult az én esetemben. Ez azt jelenti, hogy nekem felnőtt 3 olyan gyerkőcöm, aki annak idején különleges bánásmódot, akkor még nem volt ez a technikus terminus, sajátos nevelési igényesen is gyerekek, ezt nagyon sok helyen lehet olvasni, ezt így lettek volna, problémás volt a tanulásuk. Az anyanyelvi készségterületük működött nagyon gyengén a gyerekeimnek, és hát én kerestem a megoldást. Akkor nem volt jó válasz az ő gondjukra, és a pedagógusok széttárták a karjukat, okosak, értelmesek, nem értik, hogy miért van ez az óriási teljesítményingadozás, miért van az, hogy már szomatizálódik a gyermek, tehát megbetegítette magát időről időre, hogy kimeneküljön ebből a présből. Felajánlották, hogy esetleg vigyem át kisegítő iskolába, akkor ugye ez volt a megfelelő kategória. És akkor én elkezdtem kutakodni, keresni, teljesen más területről jöttem, másfajta végzettségeim voltak, és azt mondtam, hogy nem hagyom a gyerekeimet elveszni így a süllyesztőbe. És abban az időben a Kossuth iskolában volt egy tanárpáros, a Kormosné Tündi és az ő párja, most a Jalbúrjánkat égen eszembe jut. Ők csináltak speciális kislétszámú fejlesztő diszlexiás osztálynak is nevezték a városba hasonló, talán erre még emlékszem, igen, hogyha ebben a témában otthon vagy. És én a Katival kezdtem el beszélgetni, hogy Kati, segíts nekem, hova menjek, mit tanuljak, kihez menjek, nem érdekel, hova kell menni, csak legyen megoldás. És akkor ő javasolta nekem, hogy menjek fel Budapestre, van ott egy alapítvány, ahol képeznek mozgásterapeutákat, és azt mondta, hogy neked a mozgás lesz a testhez álló. Igaza volt, korábban sportoló voltam, tehát ez nekem így abszolút beleillett az életembe. És akkor elmentem a doktornőhöz, és mondtam neki, hogy nekem még nincs pedagógiai diplomám, de van 3 gyerekem, és én nem érek rá, nem tudom én mit, 3-4 évig most a gyerekek nőnek, tehát most kell megoldás. És akkor milyen végzettsége? Elmondtam, hogy mi mindent tanultam, akkor már azért elindultam a pedagógia irányába, volt speciális végzettségem diszfunkcionális zavaros gyerekekhez, meg nem tudom én. Na, a lényeg az, hogy azt mondta, hogy jó, gyere, te beférsz a csapatba, és akkor tehát neked is átadom. Tehát ez idestóval 20 esztendeje. Hát ez kvázi 20 esztendeje volt, igen. És akkor én elkezdtem dr. Marton Dévény Évánál ezt tanulni. Úgy hívják az ő alapítványát, hogy alapozó terápiák alapítvány, és ő képzi Magyarországon, hát most már több száz mozgásterapeuta van. A trend az általában az, hogy 1-2 év után mindenki kimenekül ebből a helyzetből, mert ugye mi válogatott gyerekekkel dolgozunk, és ezt most én abszolút jó értelemben mondom. Hát akivel senki nem bír meg, tehát akik így kihullanak a bekategorizálható rendszerből, valamilyen diagnózist, valamit kapnak ezek a gyerekek, de Isten igazándiból nincsen jó válasz. És nagyon azért fontos kérdés, igen, hogy itt a számokból indulunk ki, nagyon sokan vannak. Rengeteg. Egyre többen. Nagyon egyre sokan. Többen. Nagyon és sokan. Én azt gondolom, hogy tehát nem megnyugtató megoldás a ti jelenlétetek. Csak kevés. Csak kevés. Nagyon kevés. Mi okozza ezt a betegséget? Nevezzük betegségnek, vagy sokkal inkább állapotnak mondanám, már csak azért is, mert ugye BNO besorolást kapnak, tehát kódot fognak kapni ezek a gyerekek, de nem betegség semmiféleképpen, viszont nagyon izgalmas, hogy honnan ered. Erre csináltunk meg többfajta kutatás van a világon. A környezetszennyezés, a táplálkozás, az urbanizációs felgyorsult életforma, a nincs csend, nincs nyugalom, túlingerlése az idegrendszernek, minden benne van.
Na most az, hogy egy gyereknél ez manifesztálódik, vagy nem, az nagyon sok mindentől fog függeni. A terhesség lefolyásától, születés körülményétől, stb. És függ attól is, hogy milyen hatások érik ezeket a gyerekeket, különösen a közösségben. Már a család alapvetően meghatározza, de amikor bekerülnek a közösségekbe, a bölcsödébe, óvodába, iskolába, ott azért nagyon-nagyon keményen szelektálódik az, hogy most itt ki fog jól helytállni, és kinek okoz nehézséget. Miként ez tud ezen segíteni egy mozgásterapeuta alapból? Hát, alapvetően mi a központi idegrendszernek a funkcióit fogjuk helyreállítani úgy, hogy a hálózatos idegrendszert fogjuk kiépíteni. Tehát az agy maga épülése az mozgáson keresztül történik. Teljesen rendjén való fejlődési úton is, de a nem neurotipikusan fejlődő gyerekeknél az előfordul, hogy bizonyos agyterületek nem integrálódnak jól, és ez bizony a gyereknek a viselkedésében, a tanulási képességeiben és más egyebekben fog megnyilvánulni. Tehát ez egy folyamat. Igen, ez egy folyamat, amiben nekünk bele kell úgy avatkozni, hogy nem tudjuk megállítani az időt. Tehát megyünk tovább, a gyereket érik a mindennapi hatások, és nekünk a gyerekben addigra felhalmozódott deficitet kell valamilyen módon rendezni. Ez megállítható, ez a folyamat? Tehát amikor egy terápia elkezdődik, akkor a folyamat megállítható, vagy pedig lépést kell tartani, vagy mindig megelőzni egy-egy lépéssel? Hú, nagyon izgalmas a kérdés. Ugyanis ez is úgy működik, én a szülőknek szoktam ilyen nagyon egyszerűen elmondani, mert ugye a szülők sok irányból és sok helyről jönnek, hogy értsék, hogy miről van szó. Azt szoktam nekik mondani, amikor elhozzák a gyereket, és végignézzük, és igen, megbeszéljük, és meglátjuk, hogy éretlenségei vannak a gyereknek az idegrendszerében, hogy most képzeld el, hogy mi mit fogunk csinálni. Azt fogjuk csinálni, hogy te vettél egy házat, amit megépítettek 20-30-50 évvel ezelőtt, de beköltözöl, szétbontod, átalakítod, ajtót, ablakot cserész, mindent, és addig nem lakható a ház. De mégis valahol kell laknod, akkor egy-egy szobába bevonulsz, és ott élsz, és akkor a többi területet meg felújítod. Na, a gyerekednél ez pont így fog történni. Tehát nem lesz zökkenőmentes. Amikor mi elkezdjük a gyerekkel a terápiát, akkor kezdetben nagyon boldogok, nagyon lelkesek, mert jól érzik magukat. Tele van játékkal, zenével, mesével, mondókával, viháncolással mondhatnám. És aztán ahogy megyünk előre a terápiás történetbe, elindul egy terápiás regressziós folyamat, amikor a gyerek érzelmi életében széthullik. Nagyon gyakran teszik fel nekünk a kérdés, hogy meddig tart ez a regresszió, erre a sztereotíp válaszunk nem ez a kérdés, hanem hogy még hányszor lesz. És amikor kijövünk egy ilyen folyamatból, egy sokkal szélesebb, nyitottabb, érettebb személyiség rész jelenik meg a gyerek életében, aztán a szülők el is szokták felejteni, hogy honnan indultunk, és akkor megint belemegyünk egy újabba, addig, amíg el nem éri a gyerek az intellektusának, a szociológiájának, meg a biológiai életkorának megfelelően azt a szintet, ahol ő már otthon van ebben a világban. Rendkívül felelősség hárul a szülőkre is, mindenféle értelemben. Tehát kézen fogva jár nem csak a gyermekkel, hanem a terapeutával is a szülő. Miként lehet a szülőket meggyőzni egyrészt erről a szükségességéről, a lépésről lépésre haladás fontosságáról, illetve hogy tud társa lenni a terapeutának egy szülő? Kell-e, hogy társa legyen? Ez a kritérium. Tehát, hogyha mi nem tudunk a szülőkkel együtt dolgozni, és a szülő nem változik úgy, ahogy az ő gyereke fejlődik, akkor nagy bajban vanunk, mert a szülő fogja státuszban tartani a gyereket. Tehát mi felépítjük, a szülő visszarántja, felépítjük, visszarántja, ez nem működik. Szülőket hogy tudjuk megnyerni? Általában, mire minket megtalálnak, addigra már mindegy, hogy ki segít nekik, csak legyen valaki, aki ért az ő gyerekéhez, aki el tudja mondani, hogy miért így működik ez a gyerek, mi a probléma vele, hogyan alakult ez ki, mit lehet csinálni, hogy élhető legyen velük az élet, otthon is, az iskolában is, meg az egyéb közösségekben is. Na most a szülők, amikor már eljutnak eddig a pontig, akkor már könnyebben lesznek együttműködők, inkább ezt mondanám. Eddigi pályafutáson során kettő olyan szülővel találkoztam, akivel nem tudtam együttműködni, akinek meg is kellett mondjam, hogy nem mi vagyunk a válasz a problémátokra, mert benned nincs akkora bizalom felénk, amivel mi tudunk dolgozni. Ha valamiért hálás vagyok ezeknek a szülőknek, az pont az a határtalan bizalom, amivel a legdrágább kincsüket adják oda nekünk. Tehát ez valami óriás. Én emlékszem a saját gyerekemmel, hogy jó, de mit csinálsz vele? Tehát ugye, hogyha orvoshoz vitesi, ugyan mit csinálsz vele? Kíváncsiak a szülők, szeretnék részesen maradni, vagy szeretnének részesen maradni a gyerekük életének. De ez nekünk nagyon fontos. Viszont le is kell választani a szülőről, mert a szülő jelenlétében másképp funkcionálnak a gyerekek. Teljesen más lesz.
De amikor elkezdik látni a szülők az eredményeket, és először mindig a negatívat látják, mert a regresszió megjelenésekor nehezebb lesz a helyzet a gyerekükkel, labilisabb lesz, érzelmi élete az nagyobb amplitúdóval fog megnyilvánulni, és ezt nehezen viselik sokszor. De előre elmondjuk. És amikor a szülőnek előre elmondom, hogy most ez következik, most meg ez, meg most, és lépésről lépésre megyünk azon az úton, akkor kialakul benne a bizalom, ja, hát mondták, tényleg rossz, nehéz, de majd elmúlik. Tehát érted, Tehát a szülőtársaterápiában ugyanakkor abszolút. Valamelyest nyilván szülői szerepet kell vállalni a terapeutának is. Igen, ez a mintha ez a valamelyest, család, azt mondom, igen, ez a mintha család, mert a terapeuta azért... Nem szerencsés, ha egy szülő részesíti terápiában a saját gyerekét. Én kénytelen voltam annak idején, mert nem volt más, de nem kívánom senkinek. A szülő szerep az más. Tehát én szülőként mindentől szeretném a gyerekemet megkímélni, azt szeretném, hogyha neki nem okozna nehézséget az életben szinte semmi, ami egyébként nem túl okos gondolat, de általában ez a szülői attitűd. A terapeuta az... Úgy fogalmazott nekem egyszer egy nagyon kedves anyuka, hogy olyanok vagyunk mi, mint egy francia idegen légiós kiképző tiszt a Teréz anya lelkével, és ez nagyon jó definiálja a mi munkánkat. Tehát óriási szeretet, óriási empátia, óriási elfogadás, megértés, hogy én értem, hogy te most mit, miért csináltál. Ugyanakkor kíméletlennek kell lenni? És valahol pedig kíméletlennek kell lenni, be kell vasalni a munkát a gyereken, nagyon kemény fizikai munkát, meg szellemi munkát, meg lelki munkát végeznek el nálunk a terápiában a srácok, el is fáradnak tőle nagyon-nagyon, viszont csak ez hoz eredményt, tehát a gyereken nem tudok segíteni nélküle. Ugyanakkor a szülőnek is tudatosnak kell lennie. Bizony. És nagyon nehéz nekik, sokszor nagyon nehéz. A szülőknek az a legnehezebb, ugye egyrészt gondold el, van egy nagyon nehezen kezelhető gyereked, agresszív, ilyen-olyan-amolyan problémák vannak az iskolában, az óvodában, bárhol. A szülőtársaknak nem leszel kedves partnere. Az ottani pedagógus nem a te gyerekettel lesz a leglelkesebb. Tehát ő neki ki kell állnia a gyerekéért. És akkor egyszer csak átkerül egy olyan szerepbe, hogy én értem, hogy benned mi zajlik. Szoktam mondani az irodánkban a pamlag, ez a sírós pamlag, hogy sok gyerek és meg sok szülő is el sírja magát, és amikor elmondom neki, hogy nem te okoztad a gyereked baját, ugye lelkismeret furdalás feloldjuk, azt is megmondjuk, hogy miben tudsz segíteni, meg azt is megmondjuk, hogy mi lesz a te dolgod otthon, hogy fejlődj a gyerekeddel, ne tartsd őt infantilisebb állapotban. Ebből a körből egy valakit még mindez idáig kihagytunk, és ez nem más, mint az adott esetben az óvónő, tanítónéni. Ez egy nagyon izgalmas dolog. A pályám kezdetén mondjuk 20-25 évvel ezelőtt nem nagyon tudtam együttműködni a pedagógusokkal. Akkor még volt egyfajta féltékenység, volt egyfajta más nézet. Már annyira nagy mennyiségű problémás gyerek zúdul rá ezekre az intézményekre, hogy most már nem tudnak tehát integráció ide-oda, nem tudnak mit kezdeni a pedagógusok a nehezebb esetekkel. Nincsenek rá felkészülve, nincsenek rá eszközeik, nincsen elég személyzet, nincs idő, semmi nincs. Ők most már eljutottak a pedagógusok odáig, hogy kérik a segítségünket. Tehát most már nem ritka, hogy kimegyünk óvodába, kimegyünk iskolába, az adott osztályba beülünk, meghallgatunk, megnézünk egy órát, segítünk a pedagógusnak. Tehát a pedagógusoknak egy másfajta szemléletmódot kell odaadni, mint amit ők az egyetemi tanulmányaik során szereztek. Ez egy másik szint már, gondolom én. Így van. Viszont ugyanígy másik szint volt, hogy egyik, tehát a mozgásterapeutából lett egészségfejlesztő, most pedig ugye rekreológusként is diplomáztál. Igen. És ez ugyanúgy a csapatra is vonatkozik. Tehát ezt lehet egyénileg csinálni adott esetben, de én azt gondolom, hogy amikor a Kerekház Alapítvány megszületett, mármint a gondolat, akkor az már egy következő lépcsőfok volt. Igen, hát... Mit tette ez szükségessé? Igen, ez úgy lépésenként, ahogy megyünk előre. Tehát az első az az, hogy amikor én Budapestre jártam az alapozó alapítványhoz, akkor arról szólt a történet, hogy voltak specializációk. Volt, aki az enyhe érti fogyatékosokra specializálódott, volt, aki a diszfunkcionális zavarokra, diszlexiára, diszgráfiára, volt, aki az óvodás korosztályra, volt, aki a kamaszokra, volt, aki a hiperaktívokra, tehát egy mindenféle, ami ebbe a területbe így belefér, tehát ahol idegrendszeri éretlenség van a háttérben. Na most én Fehérváron elkezdtem dolgozni, hát itt arra nem volt lehetőség, hogy vagy ilyen, vagy olyan, vagy olyan, hanem aki bejött az ajtón, azzal kell dolgozni. Tehát nekem fel kellett készülnöm, meg kellett tanulnom, a gyerekektől tanultam egyébként a legtöbbet.
és aztán folyamatosan mentem tovább, tanultam a beszédpercepciós fejlesztéseket. Tehát mindig, és amikor megérett az idő egy következő lépcsőfokra, akkor megint elmentem. Vagy egy főiskolára, vagy egy egyetemre, vagy valahova máshova, de a lényeg az az, hogy ez az egész, ez azért van így, hogy egyre szélesebb spektrumon tudjunk segíteni, és hogy a gyerekeket abba a teljes, ezért lett kerekvilágháza nevünk. Mert amikor bejön a gyerek, akkor még ilyen kis keresi a helyét, nem tudja, merre van az előre, és amikor kimegy tőlünk, akkor már neki kerek a világ, akkor ő már tudja, hogy kicsoda, micsoda. De ez csak úgy lehet, hogyha mi folyamatosan fejlődünk. Én újra akkreditáltam például az alapvégzettségemet az alapítványnál, hiszen az agykutatásban 10-15 év alatt hát olyan eredmények születnek, igen, amiben hát a központi idegrendszer is egyértelműen. Igen, ott lépést kell tartani. Nem voltam rest, megnéztem az alapítvány honlapját, és azt vettem észre, hogy folyamatosan újabb és újabb, tehát itt már ebben az értelemben a korokat néztem a segítőidnek, tehát igen, vannak fiatalok, kevésbé fiatalok, igen, és hát lelked jobbik fel, tehát a férjed is maga is csatlakozott ehhez, mint egy 10 esztendeje. Hogy sikerült rábukkannod a segítőkre? Hiszen ehhez elkötelezettség kell, magas szintű szakmai tudás, hivatásnak kell tekinteni ezt. Ezt nem lehet tehát a pénzért csinálni. Akciózni nem lehet, hogy lendületes vagyok, aztán majd kilépek, hiszen semmiképpen sem. Hogy gyűjtötted ezt a csapatot magad köré? Alapvetően, hát a férjem ő úgy került a csapatunkhoz, hogy ő volt Isten igazándiból az első olyan tanítványom, akivel akkora mélységeket tudtunk átbeszélgetni, meg akkora jelentős dolgokat tudtam neki megmutatni, hogy a terápiának a hatása az a teljes személyiségre hat. Tehát itt most lehet különvenni azt, hogy a test, lehet különvenni azt, hogy a szellemiség, a tanulási képesség, meg mindenféle szegmentumban vizsgálhatod, de annak az egész személyiségnek a működését fogjuk mi támogatni és segíteni, és ahogy az kiteljesedik, ezen keresztül megyünk előre. Tehát a férjemmel, én emlékszem, amikor először bekéreckedett az első ilyen órámra, ugye hazamentem, és akkor beszélgettünk, milyen napod volt, elmeséltem, mit csináltál, elmeséltem, mi történt, elmeséltem, és akkor eljött egyszer, megnézett egy ilyen 2x45 perc, másfél órát, és emlékszem rá, hogy egy hetet beszélgettünk róla. Tehát ő folyamatosan arról olyan élmény volt neki, hogy te és akkor ott mi történt, és akkor magyarázgattam, és mondtam, és ez indított el azon, hogy én ezt elkezdem egyáltalán továbbadni. Aztán ahogy mi elkezdtünk dolgozni, egyre több gyerek jön. Egyre több olyan helyzet van, amire nekünk válaszolni kell, és hát így jöttek a kollégák. Igen. Alapvetően érintett, igen, szülők a jó tehát része. Ugye Szilárd egészségfejlesztő és gyógypedagógus, igen, aztán Tolnai Ágnes nézem, hogy zeneiskolai hegedűtanár, igen, hiszen már van anyanyelvi zenei reedukáció is nálatok. Virágné Sági Renáta pedig logopédus, tehát kell logopédus is nyilván. Tóth Hédi zeneterápiás csoport. Aztán Tűzkő Klári és kiscsoportos terápiákat vezet. Igen, ő nyelvész egyébként. Nyelvész, és akkor még a végén, bár itt említetted, igen, Galambosi Tímea szintén. Igen, ő az, aki a ház lelke, most ő az, aki adminisztrátíve összefogja az egészet, és az összes gyereket, az összes anyukát, az összes apukát, nagymamát, és mindenkit névről ismer, és szeret, és aztán Fóri Zséva, aki kineziológus, igen, sokféle, igen, értelemben. Igen, tehát igen, ez igen azt jelenti, hogy tulajdonképpen az imént ez ugye ne betegségnek nevezzük, hanem ez egyfajta állapotnak, hogy teljes egészében lefeditek a Feketeház alapítványnál. Igyekszünk a Kerekvilágház alapítványnál. Ha bejön hozzánk egy gyerek, ugye az első az, hogy megvizsgáljuk, megnézzük, hogy ő most milyen státuszban van, megnézzük az anamnézisét, hogy eddig mi minden történt vele. Ha nem a mi kompetenciánk, teszem azt, hogy annak a gyereknek azért van nehézsége, magatartás zavara, vagy bármi más problémája, mert hogy krízis volna a családban, más egyéb lelki természetű problémák, azt is megmondjuk, hogy ez nem a mi kompetenciánk, és akkor fogunk segíteni, irányt mutatni, hogy merre tudnak tovább lépni. Ha a miénk, akkor végigvesszük, hogy oké, akkor megnézzük. De ugye nekem öszteopátiás végzettségem van, hogy megnézem öszteopátiás szempontból, van-e biomechanikai elakadása a gyereknek, van-e ez, van-e az, van-e amaz. Ezeket itt szépen összepakolgatjuk, a szülő végig ott van a vizsgálat alatt, végig kommunikálunk, végig kérdezhet, én kérdezek, és átbeszélünk mindent aprólékosan, vagy a férjem, mi ketten csináljuk a vizsgálatokat. És akkor eljutunk odáig, hogy na, akkor most itt tartunk, és hogyan tovább, és akkor felállítunk egyfajta tervet, egyfajta ütemezést, hogy akkor a gyereknek
prioritásba először mire van szüksége, és másodjára, és aztán így elindul a közös munka. A legnagyobb a baj, legközelebb a segítség, mondja Eperjesi Benyámin. Tehát itt van a Kerekház Alapítvány. Ugyanakkor nagyon is jól tudjuk, gyakorlati kérdés, hogy mi minden kell ehhez, pénz, paripa, fegyver. Körülbelül a paripa ebben a sorrendben. A paripa és a fegyver megvan, igen. Azt ugye tudjuk. Igen. De hogy tud fejlődni, hogy tud pénzhez jutni egy ilyen alapítvány? Nehezen. Milyen segítségre számíthattok? Nehezen. Isten igazándiból csak egy-egy mecénásra ritkán tudunk számítani. Talán így az ünnepek közeletével jobban van rá lehetőség. Alapvetően a szülők támogatják ezt az alapítványt, tehát a szülők fognak hozzájárulni rendszeresen. De van néhány családunk, ahol a szülő ezt nem tudja megtenni. Ott van a városban más nagy alapítvány, aki támogat elesett családokat, gyerekeket. Ők szokták a mi munkánkat támogatni. Eljöttek, megnézték, azt mondták, hogy igen, ez egy értelmes dolog, és látják ennek a hasznát. Most is van olyan családunk, ahonnan 4 gyerek jár hozzánk. Értem. És ők nem, tehát ők nem fogják tudni kifizetni, eleve a 4 gyereket nevelni, az már nehézség nekik. Milyen jövőképe van az alapítványnak, szakmai jövőképe? Hiszen ne legyenek illúzióink, hasonló problémával küzdő családok, gyermekek lesznek, mindig lesznek. Sőt, ahogy a felgyorsult világot ismerjük. Egyre több. Nem, nincsenek illúzióim, egyre több. Így van. Hát nekünk mindig vannak terveink, céljaink, tehát folyamatosan fejlődünk. Most már eljutottunk odáig, hogy talán le tudjuk írni a mi terápiánkat a sajátosságaival, ennek nevet adunk, ezt szeretnénk tanítani, szeretném tovább adni ezt a lehetőséget, mert azt gondolom nem csak Székesfehérváron, hanem minden megyei nagyvárosba el kellene egy-egy ilyen kerekvilágház, és azt gondolom, hogy ennek mindenféleképpen kell, hogy helye legyen ebben a világban. Nagyon nagy gond az, hogy a mi gyerekeink a pedagógia, a medicinális orvoslás, a pszichológia és a szociológia körében lebegnek. Szoktam mondani, a senki földjén vannak. Ezért kellett nekünk is ennyi félét tanulni, és ennyi féléből összejönni, hogy mindegyik oldalról lássuk ezt a képet, és hogy ezeknek a gyerekeknek úgy adjunk lehetőséget, hogy bármelyik oldalról közelítjük meg az ő problémájukat, akkor odaérkezünk, ahova érkezni szeretnénk, hogy ő ki tudjon teljesedni, hogy egy boldog, egészséges életet tudjon élni. Köszönöm szépen. Én azt gondolom, hogy lesz dolgotok, és van dolgotok bőségesen. Minden esetre én azt gondolom, az meg a másik, hogy a Prima Díj kuratórium remekül döntött, és a közönség nem különben, amikor ezt a munkát díjazta így módon is. Nagyon köszönöm, szépen, hogy megtiszteltél, köszönöm. És jó munkát, jó egészséget kívánok mindenkinek. Nagyon szépen köszönöm. Kedves nézőink, a fehérvári beszélgetéseket látták. Vendégem Fekete Cseri Zsuzsanna volt, mozgásterapeuta, és azt gondolom, hogy jó helyre került önöknek is, elmondom ismét, a Prima Díj külön díja ebben az esztendőben. Köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!